Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, a mai vendégünk Czurda Henrik, illetve Hajni csatlakozott a beszélgetésünkhöz. Hajni már régóta ír a Kostrom csapatnak cikkeket, úgyhogy nagyon izgalmas kérdései szoktak lenni, meg ugye elég behatóan ismeri a borszakmát, úgyhogy örülök, hogy ma velünk vagy. Szervusz. Mivel Henrik, téged viszonylag kevesen ismernek a hazai borszakmába, illetve ott talán egyre többen, de a fogyasztók körében viszonylag kevesebben. Elmondanád, hogy te honnan is indultál, és mi az elképzelésed a borokról, hogy hova is szeretnél megérkezni? Persze, persze. Hát én alapvetően Budapesten születtem, kezdjük az egész az elején, hogy én Budapesten születtem, miután kimentünk Svájcba, ottan elkezdtem egyetem után a tanácsadásra dolgozni, és valahogy abban a munkával együtt elkezdtem sokat szeret magam főzni, érdekültem a borok után, hogy szeretném bort is élni, és megkezdődött egy ilyen nagy szeretet a francia borok és a német borok irányába, hogy már elég korán elkezdtem ezeket a német stílusú rizlingeket inni saját magam, és egy jó pár évre rá volt ez a lehetőség Magyarországon, hogy hozzájutok egy nagyon jó fekvésű telekhez, és akkor egyszer, tudom, amikor a Szepsinél voltam, és tőle vásároltunk bort, említettem neki az egész dolgot, csak mondta, hogy Henrik, miért nem csinál egy édes rizlinget? És ez úgy, hogy összejött egy ilyen pár dolog, mert szerettem a rajnai rizlingeket, a spétlézé, trockenbeerenauslézé, a magasabb minőségben, vagy azokat rendszeresen ittem. Itt van ez a telek, és valaki még ezt az ötletet is hozzádobta, hogy hát miért nem csinálsz akkor egy száraz, egy édes rajnai rizlinget. Hol van ez a terület? Ez Győr-Szemerén van. Ez Győr alatt van, kvázi Pannonhalmán, hogyha átmész a hegyen, ahol éppen nincs út, hogyha át tudnál menni, akkor rögtön nálad lenni. És hogy jött ez a terület? Ez úgy jött, hogy ez édesapám jutott hozzá a kárpótlásból, ő ezt megvette, és neki mindig úgy mesélt, hogy van egy gyönyörű telek, hogy ott lehetne egy víkendházat rátenni. És mondtam, hogy víkendház, apu, nem érdekel. És ez úgy 5 évig ment, és akkor tényleg meg akart tőle már úgy szabadulni, hát most tényleg nézzük most már meg. És akkor oda mentünk, és láttam, hogy teli van a szőlővel körülötte. Alatta, fölötte, mellette, és úgy hívják, hogy Szőlőhegy pontosan azt a részt. És akkor mondtam, hát ez teljesen más dolog, mint egy víkendház, mert víkendház nem érdekel, de itten egy szőlőt kialakítani és egy ilyen szőlős kertet csinálni, az nagyon érdekelne. És mi volt az elképzelés a spétléze kapcsán, hogy tudtad, hogy milyen klónt szeretnél, tudtad, hogy ez hogy kell eltelepíteni, tehát a szakmai rész az összeállt a fejedben? A szakmai rész úgy van, hogy amikor eldöntöttem, hogy ezt csinálom, akkor Wädenswil-be, ott van egy ilyen kutatóintézet Svájcban, és egy iskola is, egyik főiskolához tartozó, ottan csináltak a Rajner Riesling, a Riesling Szilváni keresztezés, kvázi az ott történt Wädenswil-be, és ott van egy iskola, és azt végeztem, hogy legyen valami elképzelésem. Utána, mintha tudtam, hogy egy Rajnert szeretnék csinálni, akkor persze érdeklődtem, hogy a többiek, a cserjék, meg a panyalmalmiák honnan szerezték a tőkéket, és az a Scheibelhoferéktől jön Ausztriából, ottan Andába nagyon jó minőségű rottyákat csinálnak, tőkéket csinálnak, és akkor onnan szereztem őt. Ez egy Geisenheimi klón, Felkalra ültettük most, mert nagyon messzes a föld. Tehát ez azt jelenti, hogy szárazságtűrő? Szárazságtűrő, nagyon mélyre lemennek a gyökrei, és a messzes talajt jó kibírja, mert a többi meg nem annyira bírja. Itt azért annyit érdemes megemlíteni azok számára, akik kevésbé avatottak, hogy Andauban van ez a Scheibelhoferéknek a vállalkozása, alapvetően oltványokkal foglalkoznak. A Scheibelhoferéknek a alkalmazotti állománya 90%-ban magyar, tehát ott főleg magyar szakemberek dolgoznak nála, akárhányszor voltam kint, én is oltványért, már voltam párszor náluk. Szinte csak magyarul beszéltem, kivétel, amikor a számlát hoztam el, aztán a Katalintól, ott vezető, és egy példaértékű gazdaság, tehát ilyen labortisztaság van a hűtőházban. Akárhányszor részese voltam egy olyan telepítésnek, ami a Scheibelhoferékről érkezett, elvétve volt egy-egy oltvány, ami nem fejlődött ki teljesen. Tehát nagyon jó minőségben lehetett tőlük tényleg oltványokat.
venni, és garanciát is vállaltak. Uh-huh. Érte, és segítettek is a teljes folyamatban mindig. És ültetnek is, hogy nem csak, hogy az oltvány van tőlük, hanem az egész ültetést is ők csinálták. Most bővítettünk ezen a nyáron, hogy ebben a 0,4 hektárból, ami eddig volt, most fölmentünk 1,1 hektárba, és azt is ők csinálták. Rajnaira esetleg arra lennék kíváncsi, hogy emlékszel, hogy mikor kóstoltál életedben először Rajnait, vagy honnan jött ez a rajnai szerelem? Honnan jött? Ez van egy, volt sajnos, hogy meghalt, de volt egy nagyon-nagyon kedves barátom, aki fantasztikusan értett a borokhoz, és már diákkorunkban ő neki már bort gyűjtett, hogy akkor már sokféle bora volt, és még a rajnai az, vagy a rajnai Riesling, a német borok mondjuk nem az első helyen szoktak szerepelni. Mm-hmm. Általában inkább egy ilyen Burgundia, vagy Olaszország, inkább az volt akkor a főhottyák, és ő már az elejét mondta, hogy ez egy nagyon jó borok, ezt szeretem, és akkor már úgy, hát egy-két évre az egyetem után már, ez már egy nagyon régi sztori, uh-huh. hogy úgy megismertem, és nagyon kezdtem szeretni a száraz részét és az édes részét. És most van kedvenc? Hát van kettő, akit nagyon szeretek, és van Svájcban egy eladó, egy értékesítő, aki mindig csinál egy nagy rajnai degusztációt, és Bakon szoktam általában tesztelni, és mindig ugyanarra a kettőre gyövök, az a Lawson és a Prüm. Uh-huh. A Dr. Lawson és a J.J. Prüm. Rokonok is még pedig hozzá, és nagyon közel van a fekvésük. És mindig azokra bukkanok ki valahogy, hogy az uh-huh. nekem az a kvázi platónikus ötlet, hogy egy jó rajnai, mi az, hogy egy jó rajnai. És nekik van egy alap kabinetből föl, a Trockenbeerenál azt lézi pár száz euróig egy kis üveg, hogy az egész hottyák megvan nekik. Ugye te esetedben is egy butiborászatról beszélünk szinte, mert ugye ez a száraz rajna is, ami most a porunkban van, talán elsők között vagyunk, hogy ezt hivatalosan kóstolhatjuk. Igen. Ugye ez a 2020-as első száraz rajnaid, ami piacra került, ugye ez 0,1 hektár termése, ha jól tudom, tehát összesen 250 palac készült belőle, úgyhogy megtisztelve érezzük magunkat, hogy már csak 249 palac értékesítésével részt tudunk venni. Mi a, szerinted hogy sikerült? Kóstoljuk először meg gyorsan, hogy itt miről van szó. Azért annyit hozzáteszek, hogy a cserékkel mi üzleti kapcsolatban vagyunk a webshop projektünk kapcsán, és egy olyan jó 2,5-3 hónapja, talán vagy lehet, hogy már 4 hónapja is volt, lementünk egyeztetni pár dologról, és akkor a kóstoló végén, meg a megbeszélés végén hoztak nekünk egy ilyen kis küblibe egy kóstolót. És kiöntötték a pohárba, és azt mondtam, hogy ez egy vitam jó rajnai, hogy kevés ilyen jó rajnait kóstoltam idehaza, és akkor mondták, hogy na ez a curda száraz rajnai, akkor még nem volt szerintem palacban. És ugye akkor innen is a kérdés, az elejétől fogva cserékkel dolgozol? Mindent ők csinálnak? Az elejétől fogva. Úgy van, hogy amikor jöttem, azt én nem vagyok borász, én közgazdász vagyok, informatikus vagyok, én a svájci tőzsdén dolgoztam, mint projekteket vezettem ottan, hogy ilyen digitalizációs projekteket, meg ökoszisztéma projekteket, hogy a borászat nekem egy passzió. Ha? Persze, megcsináltam ezt a kiképzést, és rájöttem, hogy a borászat nem egy olyan dolog, hogy az ember valamit csinál, és akkor utána hagyja, és akkor történik valami véletlenből, hanem az nagyon-nagyon sok apró, nagyon precíz munkával függ össze. És amikor ezt a telket megvettem, akkor az első, szerintem legfontosabb döntésem az egész sztoriban volt, hogy kivel dolgozzak együtt, mert én saját magam nem tudok itt lenni, mert a Svájcban élek, és ki az, aki megérti, hogy mi az, hogy minőség, ki az, aki velem kompatibilis olyan szempontból, hogy szeret precíz, pontosan együttműködni és nagyon közel kooperálni, és ki az, aki képes tényleg kiváló borokat csinálni. És akkor én az egész pannonhalmi régióból hát nagyon-nagyon sok bort megkóstoltam, és végül is rájuk bukkantam ki, hogy ők voltak azok, akiknek a bora
teljesen meggyőzött, ez volt az egyik faktor ebből a többből, amit meséltem, hogy a boruk fantasztikus jó volt. És jobban ízlett, vagy közelebb volt ahhoz az ízvilághoz, amit én ismerek, vagy amit kerestem, mint a többiek. Amikor fölmegkerestem őket, akkor azt mondták, hogy nem, nem vállalnak el. És akkor, hát mit csinálják, akkor még egyszer beszélgettünk, akkor meg azt mondják, hogy bocsánat, nincs kapacitásunk, nem fogadunk téged, de nem megy. Beszélgettünk, és akkor mondták, jó, ha keresel valakit, aki képes neked az egészet fölépíteni, hogy mi át tudjuk venni, akkor elvállalunk. Ez egy ilyen, nem egy első, úgyhogy egymásnak a kezébe estünk, hanem inkább ilyen kemény harc volt, még elértem, hogy őket meg tudtam győzni. És így volt az, hogy a pécsingerék, azoknak van egy nagy szőlőbirtokuk nekik ott a Győr szemerén, meg Újbaráti, meg Győr régióban. Megkértem őket, hogy tudnak-e nekem a talajmunkába segíteni, ültetni az első ültetésből, ezt ők csinálták, a támrendszerbe tenni, az is nagy munka, komplikáz a traktorral kell, mert nagyon odafigyelni, mert nekem sokkal kisebb a sáv, amiben a szőlőt szoktam ültetni, ez nem 3 méteres, csak 7 méteres, és akkor olyan gép is kell hozzá, hogy végül is ők csináltak ezt a talajmunkát, az ültetést, és akkor így vették át a cseriek. És mi nagyon jól és nagyon közel működünk együtt, hogy az egy nagyon pozitív, nagyon konstruktív, közös együttműködés. És visszatérve az első kérdésedről, hogy mit kell a szárazról tudni, ez úgy volt, hogy én tudatosan elindultam ebbe a édes verzióba. És akkor itt volt egy pár beszélgetés, és egy pár mondták, hát magyar piac jobban megérti a szárazat, nehéz ez az édespor, inkább próbálj valami szárazat is. És akkor mondtam, amikor most ezt bent volt a tartályban már, a acéltartályban, ugye a Norbinak odaszóltam, de csináljunk már egy pici szárazat, nézzük meg, hogy az milyen lesz. Ebből egy acéltankkal leválasztottunk, és akkor hagytuk kiérelni úgy, mint a többi szárazat. És abban lett ez. Szóval ez egy ilyen experimentum volt, ez egy teszt volt, és szerintem nagyon jól sikerült. Én mind a kettőt szeretem, hogy én ugyanúgy ezt a fél éveset szeretem, ami mindig van egy ilyen furcsa szájíz, hogy azt mondom fél édes, mert az mindenki úgy rájön, ez fél édes bor, az lehet az jó, vagy az, mi az a fél édes, hogy aznak van egy ilyen, egy olyan pejoratív értéke, de ha az ember ezt a német tradíciót ismeri, akkor ez egy teljesen természetes dolog, hogy ez egy nagyon ismert dolog, ez nem egy ilyen furcsa dolog, hogy azért nem is szeretek erről a fél édesről beszélni, mert valahogy nem azt reprezentálja, mint amit úgy igazán kellene, és bocsánat, hát... igazából ez nem is fél édes, ha jól tudom, akkor ez fél száraz, nem? Ez a fél száraz és fél édes között. Ez fél édes, formálisan ez a fél édesbe tartozik, mert 30 g cukor fölött van, de ezt mondom, hogy ez megint a svájciaknak más szisztémájuk van, a németeknek más szisztémájuk van. Végül is tök oly mindegy, mert például, hogyha az ember egy Lózentól egy Bärenauslesét iszik, nincs ráírva, hogy mennyi cukor van benne, és nincs is ráírva, hogy micsoda. De ott is nagyon-nagyon sok, hogyha megmérje az ember, nagyon sok maradék cukor van benne. Csak ő azt nem emeli ennyire ki, hanem egyszer azt mondja, ez egy ilyen bor. Ez egy kategória. Ez egy kategória. És keresett is az a kategória. Azt tudtad amúgy, miatt még a cserékkel megállapodtál volna, vagy miatt felkérted volna őket, hogy a Norbinak a fia, Barney Barna, ő a Lózennél volt gyakorlaton? Hát én küldtem oda. Azt nem tudtam, hogy ezt te küldted. Hát persze, mert amikor elkezdtük az összeműködést, akkor ők... Mennyibe kezdődött nektek ez a beszélgetés? Hát ez ilyen 6-7 éve körülbelül. Ja, nagyon jól tudom, mert akkor ők kerestek a Barninak valakit, és akkor próbálták az Egon Müllerrel, próbáltak itt a Magyarországon, és mondták, hogy nem sikerült, és mondom, hát te, én ismerem az Ernie-t, írok neki egy e-mailt, hogy ez működik. És úgy jutott a Barney el a Lawson-hoz. És akkor egy fél évet ottam, több mint egy fél évet volt, és megtanulta persze, hogy kell jó részleteket csinálni, belelátott sok dologba, hogy annak nagyon-nagyon örültem. És ez volt akár az első
olyan közös összeműködésünk, együttműködésünk, amit csináltunk. De abszolút igazad van, hogy ő több mint egy fél évet. Ja, hát igen, azt én szerveztem meg. Hanyi, neked mi a... Nekem nagyon benyomásod. És amit szoktam volna még kérdezni erről, hogy milyen élmény volt először a saját borodat kóstolni, hogy az volt a pohárban, az köszönt vissza, amit te így elképzeltél, hogy egy ilyen bort szeretnél, ha egyszer majd lesz borod? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert nagyon jól emlékszem erre a hottyákra, mert amikor megcsináltuk az első édeset, ott az a 18-as volt a szűzszüret. Egyszer valaki jött éppen Svájcba, és kihozott ebből a teljesen érlő borból még, ami még működött, és még a ottyákon volt, az élesztőn volt, és ott még full kémia még történt. És akkor belekóstoltam, és hát mint az összes ilyen nagyon friss bor, ihatatlan, mert egyszerűen keserű, minden csinál, csak nem ízlik. És akkor kint voltunk a 19 meccésen még, amikor ezt a Norbékkal együtt csináltam, és akkor szólt, mert hozzadok már ki, akkor volt éppen egy picit lecsengésben, hozzadok már egy üveggel ki, és akkor kiosztok egy ilyen non-filtre, mert nem is volt filtrálva, a 18-asból, és az nekem nagyon ízlett. Meg kell mondani, egy üvegből ittünk, ebből poharunk sem volt, kint voltunk a szőlőben, szép hidegen Eszter kihozta, és egy üvegből ittuk, hogy az nekem nagyon ízlett. És amikor utána filtrálva volt, persze sok aromatika kimegy, és az akkor egy, akkor is csak olyan 200 üveg volt, az volt a tényleg az első szüret, akkor csalódott voltam. Ön túl sterilnek érezted az előző? Az és akkor olyan nem volt még ez a szélessége, meg nem volt még a teste, meg hát akkor nagyon, nagyon fiatalok voltak, elsőtják, és akkor ugye Eszter jött, te abszolút rendben van, ez egy fantasztikus bor lesz, de nekünk ugyanez volt, neked kell 3-4-5 év, még a szőlő lemegy a gyökere, lemegy a talajba, képes elég vízet fölvenni, és onnan fog ez az erő jönni, hidd el, ez egy szuper dolog, ez normál. És akkor az első év úgy voltam, hogy hát húha, hogyha ez a vége, akkor inkább ezt a pénzt fogtam volna, és vettem a Ernie-től bort, akkor jobban jártam volna az egész dologgal, és akkor úgy pici megvoltam, csalódott voltam, és egy picit meg voltam ahogy tyákolva, hogy nem tetszett az egész sztori nekem. És amikor a 19-es kijött, akkor nagyon örültem, mert akkor az volt az, ami jó, most, de elértük mégis azt, hogy tyák. Hogy elértük ő vagy nem, még nem, még hosszú az út, hogy nagyon sokat lehet csinálni, sokat kell tanulni, tovább kell menni, szeretnék még tovább rajta hagyni, még egy koncentráltabb dolgot csinálni belőle, a Bérenhaus léze felé elmenni, csak ahhoz a terület is még pici volt, a szőlők túl fiatalak voltak. Ugye ez egy idő kérdése, és ez egy tanulás kérdés. Úgy most megcsináltuk a szárazat, mondom, hogy spontán, na Norbi, próbálj már, csináljuk már egy szárazat, be is jutottunk a 100 legjobb magyar bor alá, vagy közé, és a fehér borokba, azt hiszem 16. helyen landoltunk, egy ilyen, na, Norbi, csinálj már egy szárazat, hogy szerintem nagy potenciál is van még, hogy még tudunk tovább fejlődni. Nagyon sokat elértünk, és nagyon meg vagyok elégedve, de ez csak a kezdet ennek az útnak. Én az egy kezemben meg tudom számolni, hogy idehaza hány ilyen kaliberű rajnait kóstoltam. Nem titok, szerintem aki ismer, azt tudja, hogy nagy villatolnai rajongó vagyok, és hogy szerintem a villatolnai rajnai rizinek azok mindig is etalonok voltak az alapkategóriában és a prémiumban is. Aztán mióta ismerem egy a 3 éve a Barnis Rieslinget, nekem az volt az első, ami miatt felfigyeltem a cseréjékre, mert ezt a stílust én is nagyon szeretem, ezt a német stílust, ahol van egy kis maradék cukor, gömbölyű a test, és azért nem titok, hogy ez a fogyasztóknak is egy nagy favoritjuk, tehát vakon is. Tehát most a legutóbbi borpárbajon nem véletlenül ezzel a borral kezdtem, mert tudom, hogy jól iható, szerethető, gyümölcsös, de van benne a feszesség, ez egy jó dolog. És ebbe is van minimális maradék cukor. 5,6 gram van egy pici benne, mert az is kell mondjuk a testéhez, hogy és a rajnebe kell egy pici cukor. Hogy én úgy vagyok vele, hogy... Az a fűszere. A rajnebe szerintem kell egy egész pici cukor.
Igen, és ez tök jól működik. Úgyhogy nekem ez nagy kedvencem lett ez a sor. Főleg úgy, hogy most Pannonhalmáról jól állunk Rajnaiba most már szerintem. Úgyhogy ott egy erős bástyát hoztatok létre. Szerintem is, hogy mondom, hogy sok tudás van tehetség is adtam. Mert az, ilyen borhoz kell olyan ember, aki ért a dolgához. Ez nem egy véletlen produktum, hogy most egyszerűen leprések a szőlőt, és akkor véletlenből történik. Ez arról szól, hogy van olyan ember, aki ezt már sokszor elhibázta, megtanult, hogy mit szabad, mit nem szabad csinálni, és tudja, hogy mit csinál, és tudja, hogy mit kell elérni azt, hogy egy ilyen minőségű bort csináljunk. És mindenképpen csak és kizárólag Rajnai? Tehát, hogy a jövőben is ezzel szeretnél foglalkozni? Alapvetően igen, mert most az van, hogy ilyen több lépésben látom ezt az egész dolgot. Az első lépés volt az, hogy megvettem ezt a kvázi, ez ilyen, az véletlen volt ez az első 0,4 hektár, ez inkább az ilyen lehetőség volt, amiben belekapaszkodtam. És onnantól kezdett ez tudatos lenni az egész dolog. És ahogy mondott stratégia, hát abban a törődök végül stratégiai tanácsadó vagyok. Akkor kezdtem ezt egyáltalán kifejleszteni, hogy miről szól a dolog, hogy hova akarok elérni. Az elején ez egy szerencse volt. És az volt az ötletem, hogy az első lépés legyen az, hogy csináljunk egy olyan bort, amire azt mondom, hogy a minőség stimmel. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy jó, ez tényleg minőségben ott van, ahol kell lenni, azon még mindig lehet javítani, mindig lehet még jobb lenni, de hogy egy olyan jó szintet elérünk. És azt szerintem sikerült elérni ebből a két borral. És onnan jött az ötlet, hogy jó, akkor menjünk fel 1,1 hektárra, hogy legyen elég terület, hogy legyen elég termék, amit el lehet majd utána. A második lépés az, hogy ha megvan egy jó termékünk, az hogy lehet a piacra hozni, úgyhogy a vevők is megismerjék, és legyen kedvük azt megismerni, megvenni és élvezni, és maguknak van jót tenni vele, hogy isszák a bort. És az a második lépés, hogy ezeket a csatornákat ugyanígy Magyarország, mint Svájcba felépítem. Körülbelül a felét kiviszem Svájcba. Most az első lépésben sokkal többet kivittem Svájcba, de a tervem az, hogy körülbelül fele-fele arányba legyen Magyarországon is, és felépíteni itt is ezeket a csatornákat, hogyha majd most ebből a bővítéssel lesz nem csak 2000 üveg, hanem 6000 üveg, hogy azt föl tudja venni a piac, és az működjön az egész sztoriottan. A harmadik lépés, hogyha a csatornák megvannak, és a piac hozzáférés is megvan, akkor lehet arról beszélni, hogy akkor az ember tényleg vesz új telket, és akkor még nagyobb dimenzióba, ha van kedve, elkezd gondolkozni. Most ez a 250 palaszt, ez szerintem 5-6-7 vendéglátóhely maximum. Meg viszonylag a fogyasztóknak a szűk köre. Aha. Ugye itt arról beszélgettünk legutóbb, hogy megpróbálunk a következő időszakban legalább egy jó kóstolót ide szervezni hozzánk, ahol bemutatjuk a jelenleg forgalomban lévő meg az általatok piacra hozott borokat, és mellé odaállítunk egy-két olyan rajnait, amit te referenciatételnek gondolsz, és akkor csinálunk egy ilyen izgalmas rajnai estet akár egy-két vendéggel, illetve azok a csúcsgasztróban lévő éttermekkel szorosabban felvesszük a kapcsolatot, aki tartja te boraidat, és megpróbálunk nekik minél több információt átadni ezekre a termékekre, hogy megfelelő emberekhez a megfelelő formában eljusson. Mert egy ilyen kevés palacnál nem mindegy, hogy mit mondasz a bor mellé. Abszolút. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy tényleg el kell adni, hanem hogy minden egyes embernek, aki leveszi ezt a polcról, random, mellé menjen a sztori. Különben az elvesztegetett palack, úgymond ilyen kevés mennyiség. Abszolút igazad van, és nagyon büszkén mondom, hogy most aktuálisan két olyan vendég vagy vendéglátó van, aki megvásárolt, a több már jelentkezett, hogy érdekli. De az első volt a Pesti István, a Platánban, Tatán, hogy ottan muszta hétvégén szállítottam neki ki a bort, hogy az az első vendéglő, ahol majd lehet a kártyáról venni, és a másik a Gianni, nem a Pomodoro-ban, hanem a Terrába, de ő is már vásárolt, hogy az a budapesti referencia, hogy persze, hogy ő is egy kiváló vendéglátó, és hogy tőlőt nála is meg lehet venni. Illetve itt a Gostrom borbánra is az első. Persze, hát olyan szempontból ti voltatok első, de mondjuk
ebből a körből kívül, mert ez kvázi egy olyan házi home turf, ahol mindig, hogy ebből pluszban hol lehet, hagyják. És ez egy jó kérdés, mert nagyon fontos, hogy hova mennek a borok, és ezt mindig vannak kivételek, meg hagyjákok, de alapvetően én szeretném főleg olyan vendéglőkbe adni, ami tényleg csúcsgasztronómiába dolgoznak, ahol ételpárosítással tudják mind a két az ételnek és a bornak az előnyeit kihozni és összehozni. Azt tudod, hogy a platánban mi mellé ajánlják? Egy túrós desszerthez, egy édes desszerthez fogják, de a kártyán rajta is van a száraz és az édes, és az édeset egy ilyen túrós desszerthez fogják hozzáadni. Neked egyébként van valami kedvenc párosításod, ételpárosításod? Van egy pár. Hogy nekem a nagy szerelem, és az a weboldalomon is rajta van, én nagyon szeretem ilyen tengeri dolgokhoz. Egyszer csináltunk egy ilyen nagy homárt egyik nap, és akkor van egy ilyen enyhén édes kis íze, és akkor ez ahogy járta nagyon-nagyon, és egy picit olyan csípősen megcsináltam, ez nagyon jól működött. Szerintem, amivel nagyon jól működik, az libamáj vagy kacsamáj, ilyen nehéz előételekhez. Azokhoz általában egy tokajt szoktak adni, vagy egy szonternet szoktak adni, csak ott az a probléma, hogy utána a következő bor meghal. Hogyha egy tokajt közébe adok, akkor a következő két bornak nehézsége van, úgyhogy meghotyákolódni jelenni, és ezzel meg jól működik, hogy ez nem öli meg a következő borokat. Ugye azért jól működik. Egy barátom csinált fehér spárgához, bombázó volt, ő ötlete volt, és persze minden, amilyen csípősebb, erősebb, legyen a sztály, de lehet egy ilyen gyulai kolbász, ami csípős, ahhoz is nagyon jól mennek ez a bor, mert amiben van só és csípős, az ezt a enyhén édes bort nagyon jól fölveszi. Ugye enyhén édes, de közben meg annyira friss. Igen. Mi szoktuk azt csinálni itt a borbárban olyan vendégeknek, akik szeretik a bort és szeretnek kísérletezgetni, hogy vakum. Tehát, hogy kér valamit, de nem mondjuk meg, hogy mit hozunk, és akkor kijönjük a pohárba. És többször próbálkozottak már a srácok ezzel a tétellel, és nagyon kevesen mondták meg, hogy ez fél édes, fél száraz kategória. És azért, mert annyira tök jó paliban van a sav és a cukor, egy gömbölyű a bor, érezhető a cukor nyilván, de annyira friss, gyümölcsös utóvíze van a történetnek, hogy nem a klasszikus félédes kategóriára asszociál. Még a ismert, tehát a fejlettebb borkedvelő sem elsősorban. Hanem arra, ahogy mondod, gyümölcsösség, kerekség, teltség, ja. Izgalmas bor mindenképpen. És ugye ebből már 5 karton van, vagy 6 karton van? Hát most úgy nagyon le vagyok ottják futva, mert a 19-ösben van még 5 karton, és esetleg itt is még van esetleg 5-6 karton, hogy a 19-es kvázi el van adva. A 20-as száraz, mint ahogy mondtad, ez egy nagyon kis tétel volt, az is, abból is már van egy pár karton még, de az el fog menni, az is, hogy az is már nagyon a végén van. Most palackozzuk a édes 20-asat, hogy az most éppen ezen a héten fog történni, és abból persze lesz bőven. És a tervem az, mint én nagyon örülök a szárazbornak, és hogy most sokat beszélünk az édesről, de a száraz is nekem nagyon ízlik, hogy jövőre a fele-fele arányba fogom csinálni, hogy akkor így mind a kettő oldalt. És ez tényleg egy sokszor egy ízlés kérdés, és hogy én személyesen az édeset tartom izgalmasabbnak. Szárazat nagyon szeretem. Inkább az a kérdés esetleg, hogy mihez? Mert hogyha azt mondom, hogy csak egy üvegbort meg akarok így inni egy 34 fokba kint a napon, akkor inkább ezt a könnyű édeset iszom. Ha mondjuk egy halhoz szeretném, vagy egy fehér húshoz, akkor persze nekem is a száraz sokkal-sokkal jobban működik. Ez inkább az, hogy mihez szeretném, és hogy mi az, hogy az ízlés, vagy főleg, hogy mihez szeretném ezt a bort inni. Na, hát én abszolút elégedett vagyok mindkét ételről, úgyhogy örülök, hogy itt vagy velünk. Én nagyon örülök ennek, és ez egy nagy öröm, hogy szabad itten. Hát te voltál tényleg az első, aki
aki megismerte boromat, és akinek volt kedvemvel törődni, és ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok, és köszönöm. Örülök, hogy együtt dolgozunk, már csak azért is, mert én tudatosan keresem azt a minőséget, amiből kevés van, ami ritka, és ami olyan értéket képvisel, ami számomra is fontos itt a Borbárban. Nekünk ugye nem az a célunk itt, hogy tömegtermékekkel foglalkozzunk, hanem tényleg az, hogy a természetes, a komoly minőséget képviselő termőhelyet mutató borokat tudjuk bemutatni az érkező vendégeknek. Tehát hozzánk ténylegesen borkedvelők járnak, és számukra ez érték, amit itt a parukba töltünk, és erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy óvjuk ezeket az értékeket, azokat a kis tételszámú borokra meg kifejezetten figyeljünk, ami nem elérhető mindenhol. Van olyan bor most itt a polcon, amiből már a termelőnél sincs. Tehát hogy az utolsó kartonokat hoztuk el. Tehát számos ilyen dolog van, hogy belenyúl a régebbi évjáratokba, és akkor ilyen különlegeséget is tudunk mutatni. De az nagyon érdekes, hogy... Ez egy fontos célkitűzésünk. Nem, és azért értékelem ezt nagyon, mert mondom, hogy nekem a minőség nagyon sokat. Ez a napi munkámból döntő, ez a tanácsom, és ez egy olyan dolog, hogy ezt lehet jól és rosszul csinálni. És az olyan helyeken csináltam, ami nagyon elismert a piacon, és ott megtanultam, hogy egyszerűen ilyen nem éles dolgoknál nagyon precízen kell dolgozni, hogy az jó minőség legyen. És a borászat is egy olyan dolog, hogy ezt meg lehet így, meg lehet úgy csinálni, de a cél az, hogy nagyon-nagyon magas minőséget kell elérni, mert különben mondom, akkor fogom a pénzt, és inkább vásárolok, akkor jó bort érte, vagy helyettem. Egy utolsó kérdés, a Lózennek mutattad már ezt a bort? Félig meddig, mondjuk úgy, hogy még nem volt sanszom vele egy az egybe megbeszélni a bort, de már kapott. És jelzett valamit vissza? Most fogok majd találkozni össze, mert megint fog jönni, és akkor megbeszéltünk, hogy találkozunk, és akkor lesz a sanszom vele ezt megbeszélni. Arra visszajelzésre kíváncsi leszek, hogy itt. Én is. Hát végül is sokat segített az elején, mert volt egy pár technikai kérdés, és akkor még a Barni nem volt nála. Hogy milyen magasra ültessük, milyen nagy legyen a dombfal, meg ahogy ilyen nagyon technikai kérdés az ültetésnél. És nagyon kedves volt, mert vette a fáradtságot, és tényleg az összes kérdésemre mindig válaszolt, és segített, és elmagyarázta. Mondta, hogy például olyan dolgokat mondott, ami teljesen kontroversz. Mindenki azt mondja, hogy le kell redukálni egy tőke, vagy nagyon kevés tőke per, vagy ilyen fürt per tő. És hogy keves kell, hogy rajta legyen, és mondta, hogy ezt nem így látja például ennél a dolognál, mert ha megnézzük, hogy Németország kb. 4-5 fokkal hidegebb, mint Magyarország, és a Rajnál az a fontos, hogy legyenek ezek a nagyon meleg őszi napok, de a hideg esték is, hogy a aromatikai Rajnának szépen kijöjjön. És az azt jelenti, hogy ennek sokáig kell érni, és hogyha csak nagyon keveset hagyok rajta, akkor az gyorsan beérik, mert akkor nem kell a tőkének ebben harcolni, hanem rögtön be tudja érveltetni, és akkor kész, neki az el van intézve, de az aromatikája nem jelenik meg. És azért azt mondta, hogy inkább hagyja egy picit többet rajta, mint aki mindig úgy elmesélik neked, mint ez a 800 gram, próbálj többet rajta hagyni, mert szerinte attól a minőség jobb lesz. És ez teljesen kontroversz attól, amit különben mondanak, vagy hallasz a borászatoktól, hogy minél kevesebbet kell rajtadni. És sok ilyen dologban nagyon érdekes gondolatai voltak, és örültem, vagy örülök, hogy betartottuk őket, és figyelembe vettük, mert tényleg úgy csináljuk, és működik a dolog. Szuper. Hogy vele is egy ilyen kedves kapcsolatom van. Na hát köszönjük az interjút, itt aki podcaston hallgatott meg minket, az látogasson arra a Henriknek a weboldalára, a webshopjára, és tud előfoglalni bort, meg tud az aktuális minimális készletből pár palackot rendelni, aki pedig videón nézett meg minket, az pedig itt alul kattintson a linkre és csekkolja le a borokat. Köszi a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!